Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a mai vendégünk pedig Kövér Gábor, teológus. Szervusz, köszönjük, hogy ismét elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm újra a meghívást. Gábor, amikor nálunk van, akkor mindig izgalmas és tabu döntögető témák kerülnek sorra. Ma is így lesz, a New Age-ről fogunk beszélgetni, az a munka beszélgetésünknek a címe, hogy a vízöntő korának cáfolata, aranykor jön vagy válság. Ez lesz tehát a mai témánk. Előtte azonban arra kérek mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra. Szóval a New Age-ről, mint fogalomról sokat hallunk, sokszor ezt pozitívan értékelik meg, hogy jön az aranykor, és jön a világra a béke, csoda, minden. Ma ezt fogjuk cáfolni, de miért tartod fontosnak, hogy most így 2024. augusztusában a New Age-ről beszéljünk? Azért fontos szerintem ez a téma, mert az emberek kicsit el vannak tévedve. Tehát úgy látják, valaki azt mondja, hogy újkor jön, mint például Donald Trump is azt mondta most, hogy Amerika egy újkor előtt, egy új aranykor előtt áll, tehát valaki azt mondja, hogy aranykor jön, valaki pedig azt mondja, hogy jön az apokalipszis, és jön a világ vége. És valaki így gondolja, valaki pont az ellenkező féleképpen gondolja, tehát az emberek között egy polaritás van ebben a dologban, és ebbe a dologba szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba egy picit, amennyire tőlem telik, hogy valahogy segítsek ebben, hogy egy bibliai világnézetű ember hogy gondolkodjon erről a dologról. Hogy most káosz jön-e, anarchia, vagy pedig tényleg jön egy aranykor, amit ugye a New Age-esek, tehát az újkor képviselői állítanak. Mindenképpen nagy változások előtt állunk, tehát mindenképpen azt lehet látni, hogy nem csak Donald Trump, más politikusok is beszélnek az újkorról, más gondolkodók, más úgymond influencerek, tehát akik nagy hatással vannak az emberre, emberekre, társadalmakra, műsorvezetők, stb. És azt mindenképpen lehet most is látni, hogy hatalmas változások előtt állunk. Akár pénzügyi területen, akár háború területén, mindenki most éppen feszülten várja, hogy mi fog történni Izrael és Irán között. Ez az egész Közel-Kelet fel fog-e bojdulni, vagy mi fog történni. Valószínűleg, mire a beszélgetést hallják a hallgatók, lehet, hogy meg ki is tör az Irán és Izrael hát, közötti háború. Azért azt mondom, hogy adja Isten, hogy ne. Minél... Augusztus 5-e van, 19:40. Igen. Ez az egyik, ugye ez a háborús dolog. A másik pedig ugye pont ma beszélnek ilyenekről, hogy Black Monday, ez a fekete hétfő. Ugye most összeomló félbe van a japán tőzsde, amerikai tőzsde, tehát ilyenek, hogy mondjuk az Nvidia 15 vagy 30% egyik szerint így, másik szerint úgy zuhant be egy nap alatt, tehát ilyen több trillió, tehát több ezer milliárd dollár veszteség van a tőzsdén. Tehát, de most nem csak ezt a dolgot mondom, ezt még lehet javítani ezt a dolgot, meg tehát korrigálni. Ezt többször volt már, hogy a tőzsdei gyengekedett, de mégis azt lehet látni, hogy ezek a válságok már nem csak egy olyan válság, mint mondjuk a kubai incidens volt, amikor a Hruscsov atomrakétákat telepített Kubába, és akkor Amerika ugye megijedt, és akkor mentek a tárgyalások, ment a sajtó, hogy most jönnek az atombombák orosz Szovjetunióból is ilyesmi, mert utána elvitték azokat az atomrakétákat, megbeszélték, és minden megint lenyugodott. De most már rendszer szintű gondok vannak. Jóként nagyon érdekes, hogy beszélgetek katonákkal, biztonságpolitikai szakértőkkel, akár idősebbekkel is, és azt mondják, hogy az ő életükben ennyire feszült hangulat, és az eszkalációnak ennyire a lehetősége soha nem volt benne a levegőben, mint most. Olyanok is mondják ezt, akik már éltek, vagy akár elemeztek a hidegháború idején is. Hát igen, akkor amennyire én emlékszem rá, én nem figyeltem akkor a politikai eseményeket, de egy nagyon nyugodt és békés életet lehetett élni. De most tényleg az van, hogy mondom, rendszer szinten recseg ropog ez az egész világ már. Tehát olyan események vannak, olyan dolgok vannak, hogy például a gazdasági területen csak az Egyesült Államok, ugye ennek a bankárrétegnek több mint 35 ezer milliárd dollárral tartozik, tehát ennyi az adósság. És ennek a kamat terhe évente 1140 ezer milliárd dollár, tehát 1140 trillió, vagy nem tudom, hogy mondják ezt, igazából milliárdig még ellátunk, de a 1000 milliárd az már csak 1000 milliárd. És ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok összes évi adóbevételének a 76%-át a kamattörlesztés teszi ki. Tehát az egész Egyesült Államok az ilyen szempontból szinte meg van bénulva. Gazdaságilag ez egy katasztrófa, amiben az Egyesült Államok. Itt szólnék be annyit, hogy ajánlom az előző műsorunkat a kedves hallgatóknak, a babiloni bankárokról szóló műsort, ami ugye pont a babiloni bankároktól egészen elvezet minket az Egyesült Államok pénzügyi hátteréig, napjainkat is feldolgozva, hogy ez meghallgatható, és megtalálják a videónk leírásában. Azóta, és azzal, hogy ezt fél éve vettük fel valamikor ezt a műsort, valamikor karácsony előtt 2023-ban, és akkor én azt mondtam,
hogy én szerintem a bitcoin is bankárpénz, tehát nem egy független valamilyen pénz, és érdekes, hogy azóta később tudtam meg, hogy januártól a BlackRock, meg a Vanguard, ezek a világ leghatalmasabb cégei, ezek vásárolják fel a bitcoint, tehát építik be a pénzügyi szerkezeteikbe milliárd dollár értékben. Tehát tényleg nem az van, hogy egy független valami, hanem a világ leggazdagabb embere és a leggazdagabb cégei is ezzel a dologgal hát élnek és vásárolják fel. És van egyáltalán bármi, ami független, szerinted? Hát ez jó kérdés, én nem ismerek olyat, ami független. Ami független, ha eladok volt neked egy répát, és te adsz érték krumplit. Hát vagy... igen, cserekereskedelem, meg hát a papírpénz az még valamilyen szinten független. Tehát akinek van, az tud venni ezt, azt, amazt. Nem tudják követni azt, hogy mit veszünk a papírpénzt. De például a papírpénzt használsz alapvetően? Én törekszem papírpénz használatra, hát nekem olyan munkám van, hogy nekem számlára jön a pénzem, de törekszem mindig kivenni, és mindig papírpénzbe tartani a pénzt. Németországban például az emberek ragaszkodnak a papírpénzhez, sokkal jobban, mint Magyarországon. Tudják és azt, nincs olyan magas ára a pénz. Például hallom, hogy Nagy-Britanniában nincs ilyen, hogy készpénzfelvételi díj, míg Magyarországon elképesztő összegek ezek. Nem is figyelem, én ezeket a dolgokat nem nézem. Azt tudom, hogy Nagy-Britanniában például szerelik le automatákat, ezeket a bankautomatákat, hogy az emberek minél kevesebbet tudjanak kivenni pénzt. Tehát az egész most arra megy, hogy összeomoljon, vagy összeomlik valamikor. Tehát ez fenntarthatatlan ez az egész, ami most van például Egyesült Államokban. De például Japán a másik legjobban eladósodott ország a világon, ez 13 ezer milliárd dollárral van eladósodva. Csak hogy milyen számok ezek? Tehát hogyha Jézus születésétől fogva minden nap 1 millió dollárt fizettünk volna valakinek, akkor 750 milliárd dollárt fizettünk volna ki valakinek. Tehát nem értük volna el az 1000 milliárdot. USA-nak 35 ezer milliárd dollárja van, dollár adóssága van. A napi 2,5 milliárd dollár csak a kamat növekedés. Tehát ezekkel egy bármilyen erős ország nem tud megbirkózni. Azért mondom, hogy recseg ropog ez az egész rendszer, és ezért mondják ideológia vezérelt emberek is, hogy egy új kor fog jönni, és ezt hívják úgy, hogy New Age, ugye angolul azt jelenti, hogy újkor. Ez egy jó kor a New Age-esek értelmezése szerint? A New Age-esek értelmezése szerint ez az aranykor. Tehát ez a vízöntőnek a kora más néven, más szóval, és ezt ők aranykornak hívják. Ez ugye, és itt be kell hozni még egy fontos fogalom tisztelésre, szerintem, hogy mi a bibliai világnézet alapján közelítjük meg ezt a kérdést, tehát ez most nem egy politikai, vagy egy ilyen biztonságpolitikai elemzés, de azok, akik New Age-ról beszélnek, ők is alapvetően spirituális alapon közelítik meg ezt a kérdést, igen, ami összefügg a politikával is, igen, ha jól értem. Igen, abszolút. Tehát a New Age-ben a New Age nem csak egy spirituális vonulat, hanem a New Age az egy politikai rendszer is. Tehát ők előírnak, programként kitűznek maguknak nagyon komoly, nagyon alapvető politikai célokat. Azt mondják, hogy az új világrend, meg a New Age, tehát a New World Order, ez az NWO, meg a New Age, az leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy ugyanaz. A New World Order, a új világrend, az a politikai oldalát emeli ki, a New Age pedig a spirituális oldalát emeli ki, de igazából a New Age-ben benne van minden, tehát benne van a politikai oldal is kőkeménye, majd arra szeretnék is beszélni. Beszéljünk majd többek között arról, hogy mikorra várják az aranykort, kik várják az aranykort, és milyen az aranykor az ő értelmezésük szerint, és hogy nekünk a bibliai világnézet alapján mi ezzel a problémánk. Talán kezdjük azzal, hogy mikorra várják az aranykort, mert ha jól tudom, akkor pont mostanra. Igen, de egyrészt már korábban is várták, ugye 2012-ben volt egy ilyen nagy, hát ilyen világvége hangulat, amikor mindenhonnan az ment a médiából, hogy most jön 2012 év végén, december 21-én vagy 22-én az új korszak. Ezt ők egy maja naptár alapozták, a háromféle ciklusa volt a maja naptárnak, és ennek a legnagyobb ciklusa járt le éppen 2012 decemberében. Később azt mondták, hogy ezt több évvel is be lehet nézni, tehát nem biztos, hogy az pontosan 2012 decemberére jött ki. De emlékszem rá, hogy én már figyeltem ezeket az eseményeket, és pont jöttünk haza repülőgépen, és akkor meséltem egy barátomnak ott a repülőgépen, hogy majd figyel, ez augusztusban volt, 2012. augusztusában, és meséltem egy barátomnak ott, akivel utaztam, hogy figyeld majd a 2012. decemberét, mert az új világ, az új kor valahogy valamilyen módon azt akarják, hogy beköszöntsön. Még nem láttuk akkor, most ez tényleg háború lesz, vagy hogy lesz, de akkor ez már nagyon ki volt tűzve. És akkor 2012. decemberében, pont akkor, amikor ugye ez a dátum lejárt 22-én, én sokat jártam autóval a városban, és a Juventus Rádió volt akkor, és folyamatosan mondta be, minden hírek után bemondták, hogy üdvözöljük az új világrendben.
üdvözlőjük az új kezdetben, meg újrakezdő hétvége, meg ilyen szöveg volt állandóan. És utána hívtam ezt a barátomat, hogy emlékszel rá, hogy mire beszélgettünk fél éve a repülőn? És mondja, hogy hát ez most neki nem jut eszébe. Mondom, látod, pedig te is értelmes, okos ember vagy, és gondolkodó módon követed az eseményeket, figyeld a világot, és még neked se esett le ez, hogy mi volt ez a 2012. Aztán abból persze nem lett semmi. De most például 2023. februárjában a Bilderberg csoport szerint elkezdődött az új világrend. És a Bilderberg csoport az ugye egy hatalmas tekintélyű és hatalmú csoport, sokkal nagyobb hatalma van, mint a Világgazdasági Fórumnak, a Klaus Schwab féle Davoszi Világgazdasági Fórumnak, ahol egy halom pénzzel meg lehet váltani, meg lehet venni ezt a tagságot. Nyilván ott is vannak ajánlások, meghívások, biztos az utcáról nem kerülhet be senki, de ez a Bilderberg csoport, ez még jobban benne van az egész hát kavarásban, az egész mondanám összeesküvésben. Tehát a Bilderberg... Nem mondhatjuk, hogy összeesküvés, mert hogy ugye itt mindig ilyen kellemetlenül kéne érezni magunkat, hogy összeesküvés elméleteket mondunk meg ilyenek, de hát majd úgyis fogsz idézeteket is hozni ide azzal kapcsolatban, hogy kik és hogyan terveznek itt, és ezek nem is összeesküvés elméleteknek hívjuk, hanem hívjuk terveknek. Igen, az igen, egy igen. Reális megfogalmazás. Igen, tehát abszolút ilyen létezik ez. És ezt a Bilderberg csoportot is, ugye most volt 70 éves, vagy most idén 70 éves ez a csoport, most volt Madridban ez a 70. találkozójuk, és ott aztán ott mindenki ott van. Tehát az európai királyi családoktól elkezdve. De például Henry Kissinger is ott volt, már nem most, de Henry Kissinger ugye egy ilyen keresztapa szerepet töltött be ebbe az egész Bilderberg csoportba, és a világ elitben tulajdonképpen ilyen üzengető, közvetítő, szervezgető ember volt, David Rockefellernek volt ő az embere, és ő is végig ott volt a Bilderberg csoportnak a találkozóján, vagy például a harmadik Károly, angol király, vagy még a korábban Velszi herceg, tehát a lehető legnagyobb nevek vannak itt a Bilderberg csoportban benne. És ilyen emberek szerint 2023. februárjában elindult az új világrend, beléptünk ebbe. Tehát ezt nem egy útszéli összeesküvés elméletes félbolond mondja, hanem ezt a Bilderberg csoport a világ leghatalmasabb emberei állították. Ugye ők azt mondják, hogy akkor most már egy új világrend van, és itt ugye be lehetne hozni még olyan fogalmakat, mint az egységes világkormány, az egységes világvallás. Ezek hogyan kapcsolódnak össze a New Age-el? Tehát, ahogy beszéltük az előbb, a New Age-nek nem csak spirituális céljai vannak, hanem a New Age-nek politikai céljai is vannak, méghozzá alapvetően más céljai vannak, alapvetően más világot akarnak a New Age-esek, mint ami most van. Ők a globalisták, vagy hát most ez éppen az aktuális szó a New Age-esekről, hogy globalisták. Korábban ők voltak az internacionalisták 100 évvel ezelőtt. Ők voltak a nemzetköziek, akik mindenhova el akarták ezt a nemzetköziséget. Akkor például az, amit az internacionáliban énekeltek, az ugyanaz a csapat, csak most mondjuk progresszívebb módon történik? Progresszívebb módon? Hogy érted? Hát most ez az új szó. Tehát, hogy a régi mondjuk kommunista vagy internacionalisták helyett most a progresszív szót használják abban az értelemben, hogy egyenlőség, meg mindenfajta különbségnek a megszüntetése, meg a szeretet nevében egyesítsük a világot, ugye ismerjük ezeket a hangzatos jelszavakat. Igen, igen. Tehát most a globalista szót használják erre, igen, valóban. Ez egy ősi, régi program, és nem is a kommunista a program, nem csak 100 évvel ezelőtti program, hanem ez visszamegy nagyon régre ez a program, ez az egyenlősítésnek a programja. Ők azt állítják, azt tartják legfőbb vezérelvűtnek, céljuknak, hogy minden, ami létezik, az egy univerzális és kozmikus egységnek a része. És ezzel az univerzális és kozmikus egységgel össze kell olvadnunk. Mindenkinek meg kell tanulnia azt, hogy ne a kis önző magán érdekeivel éljen, hanem mindenki találja meg a helyét ebben a kommunában, tehát ebben a közösségben, és mindenki a másnak az érdekét nézze. Ez azt jelenti, hogy mindenki mondja le a tulajdonjogáról, tehát ugye erről szól a Klaus Schwabnak a Great Resetje, a nagy újraindítása, hogy nem lesz semmi, és boldog lesz, ez tulajdonképpen a kommunizmusnak a új köntösbe levő megfogalmazása, mert ott is azt akarták, ugye azt meg is csinálták, hogy mindenkitől mindent elvettek. A foga fehérjét ez az ideológia ott mutatta ki, amikor például a Szovjetunióban volt a kulákság. Meg Magyarországon is volt a kulákság. Ha valakinek mondjuk volt két
sovány tehene, meg volt egy kis földje, az már kulák volt, annak már volt valami vagyona, és az osztályellenség volt. Vagy például a polgárság, ugye ez volt a burzsoázi, egy francia szó, ami egyszerűen polgárt jelent, tehát egy állampolgárt jelent. Aki nem volt proletár, a legszegényebb, legágrosszakadtabb ember, akinek senki semmilyen nem volt. Ezek az emberek nyilván örömmel vették ezt a kommunizmust, mert akkor nekünk is lesz valamink végre, így gondolták. De a polgárság, akik szorgalmasan, tehetségesen dolgoztak és megalkottak maguknak valamit, a polgárság ennek a kommunizmusnak és a globalizmusnak is különben ős ellensége. Ezért beszél most mindenki arról, hogy a középosztály támadja ez a globalista réteg. Valaki azt mondja, hogy mi az, hogy globalista, nincs is egy globalista. Hát a globalista igazából az, aki egy globális világot akar, az egész világon el akarják ezt terjeszteni. Azt akarják, hogy ne legyen olyan ország, se Kína, se Chile, se semmi, ahova az, aki ezt nem akarja, ezt a programot elfogadni, el tudna menekülni. Tehát globális világrendet akarnak, és azt akarják, hogy minden összeolvadjon, de ezt olyan szélsőségesen akarják, hogy például, és ez már a filozófiai része a New Age-nak, mert ez volt a politikai része, hogy, meg gazdasági része, hogy minden ország, tehát országhatárokat eltöröljük, királyokat eltöröljük, ugye ezt megcsinálták már 100 évvel ezelőtt, egységes kerületekre osztani a világot, és mindenkitől elvenni tulajdonképpen mindent, és mindenki a szükségletei szerint részesüljön majd valakinek a kénye kedve szerint, de hogy tehát ne legyen az, hogy a lustának semmilyen nincs, a szorgalmasnak meg valamilyen van. Tehát ez totál életellenes és örök igazság ellenes ez az egész dolog. És a szellemi része, vagy a eszmei része ennek pedig az, hogy azt akarják egységbe hozni, hogy például Isten ember. Tehát ők azt mondják, hogy minden ember Isten, és hogy az embernek az új világkorszakban, a vízöntő korában egy Krisztus tudattal kell majd rendelkezni. Ezt is megláthatjuk sok helyen a filozófiájukban, például mindenféle ilyen megvallásokkal, az embereket mindenféle megvallásokkal akarják rávenni, positivity, hogy legyen pozitív, meg bevonzás, meg ilyesmi, amit tulajdonképpen... Tényleg vonzás törvénye, meg igen, ezek a igen, dolgok, hogyha sokáig gondolunk valami pozitívra, akkor az univerzum majd úgy alakítja. Pontosan, az univerzumnak az ereje, vagy erője, ez a személytelen pozitív és negatív erő, mert ennek van pozitív, meg negatív része, a pozitívban van egy kis negatív, a negatívban van egy kis... Ez a yin-yang, igen, pontosan, ez ugyanez az ős elv, hogy majd, hogyha erre gondolunk, akkor bevonzzuk. A Bibliában ilyen nincsen. Bibliában olyan van, hogy imádkozunk Istenhez, és akkor Isten megadja ezt nekünk, hogyha az ember hisz. Ugye azért érdekes, amit mondasz, mert talán még azok is, akik a bibliai világnézettel nem tudnak azonosulni, de lehet, hogy például ezekben a dolgokban hisznek, nem tudják, hogy valójában egy globalista programnak az elszenvedői. Abszolút így van. Nagyon sok ember nem tudja. Nagyon sok ember úgy van vele, hogy azt mondják neki, hogy lesz egy új világrend, és akkor vállat van, tényleg, akkor lesz. És nem néznek utána, hogy mi lesz, meg lesz-e, meg ennek tényleg van-e valami valóság alapja. Ezt látják a női magazinokban, nem tudom, biztos férfi magazinokban is ezek vannak, hogy így horoszkóp, úgy bevonzás, úgy positivity. És most nem a pozitív gondolkodás ellen beszélek, mert nagyon fontos, hogy az emberek tényleg pozitívak legyenek, főleg ebben a mai világban. Nagyon sok embernek például pszichiáterhez kell járnia, mert annyira megterheli ez az elmúlt 4 év. Akkor a teherez nekik, hogy el kell menni a segítséget még a pszichiáterhez. Tehát mindenképpen jó a pozitív gondolkodás, még akár Isten nélkül is, meg a hit nélkül is. De nem így, hogy majd én bevonzom, és majd a természet törvénye, meg majd az erő, meg az univerzumnak a rezgései, meg majd behozzák nekem ezt a dolgot. Ez a Bibliától teljesen idegen, és van egy-két olyan ember, akit így látok, hogy ez nem annyira működik. Tehát mindig pozitívan gondolkodnak, viszont egyik betegségből a másikba esnek, egyik bajból a másikba esnek, ez így nem működik ezeknél az embereknél. Igen, illetve olyat is látok, akinek az életének egy területén működik, és 3 másik területén meg akár megbosszulja magát. Viszont nagyon sokszor beszéltél, hogy ők azt találták ki, vagy ők azt kínálják, és ugye felmerül a kérdés például pont ennek a vallási részénél, hogy mondjuk az ember egyenlő Istennel, vagy egyébként most ugye ennek a programnak a része az, hogy a férfi az egyenlő a nővel sok esetben, igen. De hogy ezt kik találják ki? Vagy van-e olyan, aki ennek a szellemi atya, vagy anyja, vagy vissza kell mennünk egészen a bábeli zűrzavarig, vagy nem? Egyrészt igen, szerintem vissza kéne addig mennünk, de inkább nem menjünk addig vissza, mert nagyon sokáig tartana, ameddig onnan elindulnánk, mindenféle filozófuson átmenni. Talán valamelyik műsorunkban erre utaltunk, ha jól emlékszem. A babiloni bankárokba egy kicsit mentünk, de csak a gazdasági részén mentünk át, meg kicsit érintettük a szellemi részét, a templomosokat, meg ezeket. Igen. Inkább itt arra lennék kíváncsi, hogy például az, hogy a New Age, annak ugyanúgy van egy alapítója, mint hogy mit tudom én, az iszlámnak, Mohamed, vagy más vallásoknak, meg más,
Vagy ez tényleg egy ilyen évezredeken átívelő program, ennek az elemei az mindig megtalálhatók voltak, hiszen ha csak egy zárójel elejéig visszamenjünk a Bábelig, akkor ott mégiscsak arról van szó, hogy Nimród úgy próbálta egyesíteni az emberiséget, hogy felfelé terjeszkedtek, ugye ott is egyfajta ilyen egyenlőséget akart megvalósítani, és Isten erre azt mondta, hogy ez nem tetszik neki, és aztán összezavarta a nyelveket, és így megállt a Bábeli projekt gyakorlatilag. Igen. Vissza lehet menni valamilyen szinten addig, ameddig ezt az egész bábeli vallást valaki megint újra összegerebjézte, összeszerkesztette, összekapirgálta, és így egységbe szervezte. Ezt a valakit úgy hívták, hogy Helena Petrovna Blavatsky. Elég híres hölgy egyébként, tehát még mai napig is sokat lehet róla hallani, én sok videót láttam róla, meg sokszor feldobja a YouTube, lehet, hogy mondjuk azért, mert én ugye foglalkozom ezzel a témával. Mindenkinek az érdeklődésének megfelelő videókat. Igen. Tehát ő egy 1800-as években élt hölgy volt, azt hiszem 1890-ben halt meg, 60 éves korában, és amikor meghalt a halálos ágyán, azt mondta, hogy ez volt az utolsó földi megtestesülésem. Tehát ő reinkarnációkban és a több mindenbe hívő hölgy volt. Neki az egész családja, az ősei is már ilyen rendkívül okultak voltak. Egy régi családból, régi német családból származott, de aztán Oroszországba kerültek, onnan pedig a világ minden részéről elkerült. Ez egy hosszú történet, de gyerekkorában is már, tehát a nagyapja például Grúzia kormányzója volt, ilyen szinten voltak politikai szinten ezek az emberek, de okult könyvtára volt a nagyapjának, és ez a akkori kislány, ez a Helena Petrovna, ő is ebbe a könyvtárba olvasgatott, és például a családnak a szolgái ezt a lányt, ezt a meg kislány korában boszorkánynak tartották, olyan sejtelmes nézése volt, meg olyan ijesztő volt a házi cserédek, házi szolgák számára. Nem is tudták ezt a lányt tanítani gyerekkorában, mert mindenféle pszichés zavarai voltak. Taníthatatlan volt, és nem tudott beilleszkedni sehol. Lényeg, amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy felnőtt korában körbejárt az egész világot, és mindenféle okkultistát, mindenféle ilyen varázslót, jóst, kornak a híres hát okkultistáit felkereste, alapított egy társaságot. Ez a társaság volt a Teozófiai Társaság. 1875-ben alapította ezt a társaságot, és az volt a célja, hogy az összes okkult irányzatot egységesítse. Tehát ezt a távol-keleti vallásokat, az amerikai indiánoknak a vallásait, a mindenféle jósokat, a közel-keleti vallásokat, a közel-keleti kánaáni vallásokat, mindent egységesíteni. A kereszténységet akart. Mennyire akarta ebbe belekeverni? Semmennyire. Tehát ezt ellenségnek tartotta? Abszolút. Tehát a New Age, azt kell tudni, hogy New Age szerint a sötét erő, a zsidóság és a kereszténység. Majd elmondom a végén, hogy miért. De ez a sötét erő. A kereszténységet semmiképpen nem akarták belefoglalni ebben, és ahol tudták, csak mindig negatív jelzőkkel üdötték, és negatív kiszólásokat tettek a kereszténységgel kapcsolatban. Tehát ő ezt az ősi bábeli vallást, tehát az ősi bábeli vallás, amikor az emberek elszélettek, ugye Isten elszélesztett az embereket a világ minden részére, velük együtt az a bábeli vallás is mindenhol a világ minden részére elterjedt. És az alapjai megmaradtak, de nevekben, bizonyos szokásokban, szimbólumokban kicsit változtak. És ezt akarta ő, és meg is csinálta, újraegyesítette. Ez a New Age. Ő még nem úgy hívta, hogy New Age, az ő utódja hívta úgy, hogy New Age, de még annyit erről a Helena Petrovna Blavatskyról, hogy írt egy könyvet, a leghíresebb könyvben a Titkos Doktrina című könyv volt, amiben összegezte ezeket a régi babiloni tanításokat. És ezt a könyvet a mai napig olvassák befolyásos emberek. De olvasta például Adolf Hitler, egyik kedvenc könyve volt a Hitlernek. De olvasta Albert Einstein, olvasta Elvis Presley. Tehát ezeknek az embereknek valahogy, ezeknek a New Age, hát hogy mondjam, a New Age-nek a hírnökeinek, meg akik beállnak a New Age-be és a világba valamilyen pozíciót ezért kapnak, nem mindig a tehetség adja különböző pozíciót. Einsteint ilyen személynek tartod? Mert Hitlert meg Elvis Presleyt valahol értem. Nyilván nem tartom a Hitlerrel egy lapon említhetőnek az Einsteint. Őt okos embernek tartom. Ugye itt a relativitás elmélet tudósként, ugye nagyon sokszor a metafizikának a mesdjéit érinti Einstein, és nagy kérdés, hogy például ő milyen forrásból tájékozódik. Igen, igen. Hát rossz nyelvek szerint ugye ő Svájcban volt a szabadalmi hivatalnak egyik alkalmazottja, és nagyon sok olyan dokumentumba betekintése volt, ami nem volt publikus. Szabadalmi hivatalban dolgozó embereknek nem szabad elmondani azt, még a feleségüknek se, hogy mit olvasnak ott a szabadalmi hivatalokban. És Einstein is rossz nyelvek szerint itt látta ezt a relativitás elméletet, vagy van egy másik hír, hogy eljött Magyarországra az Albert Einstein, és a bójainak a örökségét magával vitte, és onnan is voltak ötletei. Nem tudom, minden esetre a források azt mondják, hogy ő is ezt a könyvet olvasta.
és mai napig is mondom, olvassák ezt a könyvet. Ebben ilyenek vannak benne, két idézet. Azt írja a Helena Petrovna Blavatsky, és most bebizonyosodott, hogy a sátán, vagy a vörös tüzes sárkány, a foszfor ura, azaz Lucifer, vagy fényhordozó, bennünk van, ez a mi elménk. Másik idézet ezzel kapcsolatban, a Lucifer a fény, a Szent Szellem és a sátán egyszerre és egy időben. Tehát ez olyan messze áll a valóságtól, mint az ég a földtől, vagy mint az ég a pokoltól inkább. Kiadott egy magazint is, a Petrovna Blavatsky, a Lucifer volt a magazinnak a címe, és ezt rendszeresen megjelentette, és azért belegondolni, hogy az 1800-as éveknek a második felében kiadni Egyesült Államokban, meg máshol egy ilyen újságot, hogy Lucifer. Lucifer néven, igen. Igen, tehát azért csoda, hogy nem lincselték meg, vagy hogy kimert menni az utcára, nyilván a keresztények nem ilyen támadó szellemiségű emberek, de az egy ilyen újsággal kiállni a nyilvánosság elé, ahhoz azért kellett szerintem egy kis nem törődömség, nem törődik az embereknek a véleményével. Az ő utódja volt az Alice Bailey, őt hívják úgy, hogy a Newish-nek az anyja. Ő is a Helena Petrovna Blavatsky teozófiai társaságában volt bent, belépett. Kettő tibeti mester tanította az ő állítása szerint telepatikus módon. Tehát ő... Nem voltak ott? Nem voltak ott, hanem ő valahogy transzba esett, és ez a két tibeti mester, aki különben úgy nézte ki, mint Jézus, egyiknek az volt a neve, hogy Mória, bibliai egy pozitív hegy. Egy hegy, ahol Ábrahám feláldozta volna Izsákot, igen, ha Isten nem lép közbe. Igen, és egy ilyen neve volt ennek a szellemi mesternek, vagy szellemi tanítónak, és úgy írta a Alice Bailey a könyveit, 24 könyvet írt élete folyamán, hogy úgynevezett csatornázással, vagy channelinggel írta ezeket a könyveket. Tehát átadta magát ezeknek a szellemeknek, és talán nem is tudta, hogy mit ír, de írta ezeket a könyveket, és ezt mondja a Biblia annak, hogy ezek a gonosz szellemek tanításai, és erre figyelnek az emberek. Ő is csinált egy Lucifer nevű szervezetet, ez nem egy magazin, nem egy újság volt, hanem ez egy kiadóvállalat volt. 1920-ban alapította meg a Lucifer Company néven, aztán ő már a felháborodás miatt átnevezte két évvel később Lucis Trust Publishing Company-vé, tehát kiadóvállalattá, és ez a Lucis Trust a mai napig is az ENSZ-nek tanácsadója, tehát tanácsadó szervezete, az összes ENSZ ülésen bennülhet, a ENSZ székházában a meditációs termet ők felügyelik, ez a Lucis Trust, ilyen emberek vannak benne, mint a Rockefeller, David Rockefeller volt benne, Coca-Cola támogatja, tehát ez a világnak a legcsúcsán ott van ez a szervezet, ENSZ alapításában részt vett, és végig mondom tanácsadóként benne van egy ilyen szervezet. Ők mit csinálnak? Hát ugye tanácsolják az ENSZ-t, hogy most pontosan milyen kérdésekben azt hiszem. Hogy vigyék a világot a New Age irányába? Igen, abszolút, hogy ne. És ők is például vállalt a New Age-es irányvonalat képviselő. Abszolút, maximálisan. Létrehozásának a célja az volt, hogy az Alice Bailey könyveit adják ki. Ők adták ki ezt a könyvet, de nyilván sokkal több volt. Most az ENSZ-nek az összes könyvét, összes nyomtatványát, szórólapjait mind ők adják ki. Hatalmas cég. Tehát akkor ez egy kiadó cég? Kiadó cég, és tanácsadó cég is. Tehát nem lehet elfeledkezni a spirituális, meg az eszmei erejéről. Na de, hogyha valamit Luciferről neveznek el, az gyakorlatilag akkor mégiscsak egy sátánista mozgalomnak tűnik. És akkor ugye felmerül a kérdés, hogy megint ez a fajta irányvonal, ez nem ugyanaz, mint a keresztény irányvonal, nem? És az megint csak szembeáll nagyon erőteljesen a New Age-el és a kereszténység egymással. Igen, két ellenpólus, a kettő igazából. Nem úgy működik a világ most, hogy a New Age-es erőnek van egy pozitív oldala, meg egy negatív oldala, bár ők ezt tanítják. Például a Star Wars, a Csillagok háborúja film is ezt tanítja. Az egyik ilyen úttörő film volt 70-es években, a Csillagok háborúja, ami arról szólt, hogy van a pozitív erő, ugye a Luke Skywalker, aki a nap, meg a mindig ilyen szőkehaj, világos fehér ruha, és volt a negatív oldal, a Darth Vader, aki pedig a fekete volt, a sötét ruhás volt, és ez a kettő összecsapott. Tehát nem így működik a világ, bárhogy is ezt akarják sugallni, hanem most úgy működik a világ, hogy az isteni erő, a kereszténység, és majd a zsidóság, mikor megint bekerülnek Isten tervébe, áll szemben ezzel a babiloni, sátáni erővel, amit most majd úgy fognak hívni, hogy New Age, vagy vízöntőkora. Még egy évszámot az Alice Bailey-től, ami számomra megdöbbentő évszám volt. Ő a
Tanítványság a New Age-ben, az újkorban, 1944-ben kiadott könyvében írt arról, hogy a legfontosabb cél az, hogy meg kell ismertetni az embereket a New Age céljaival. Itt már New Age szót használ akkor ezek szerint. Itt a tervet használt. Uh-huh. De a terv. Most ebben az idézetben, ebben a könyvben éppen a tervet használja. Ez egy terv. De mondom, ő volt a New Age megalkotója, a New Age kifejezés megalkotója, ezért hívják őt a New Age anyjának, az Alice Bailey-t. És azt írja ebben a könyvben, hogy tehát a terv folyamatos és fokozott megismertetése az emberiséggel a legfontosabb cél, és azt mondja, az elkövetkező néhány évtizedben, 2025-ig ezeknek kell képezniük a propaganda munka témáját, amely valóban rövid idő, és alapvető változásokat kell előidézni az emberek gondolkodás módjában, tudatosságában és irányvonalában. Ezt 1944-ben írta, 5 évvel később meghalt, 1949-ben, és 2025-ről írt ezeknek a szellemi mestereknek a diktálása nyomán. Egyébként ez elég jól halad, nem? Tehát az, ami korábban összeesküvés elméletnek tűnt, és ilyen rejtetten lehetett csak róla beszélni, arról ma már az érintettek is beszélnek. Tehát pont az ilyen világkormány, egységesítés, egyvallás, pénzeltörlése, stb. Korábban erről nagyjából a keresztények beszéltek meg, azok, akiket alusisakoksoknak csúfoltak, igen. És ma meg már úgy tűnik, hogy így, hogy közeleg a 2025, nem belemagyarázom, de tényleg az, hogy már nem is titkolnak nagyon sok szándékot. Egyáltalán nem, és már régóta nem titkolják különben. Például itt van egy idézet, James Warburg egy bankár dinasztiának a képviselője volt, és 1950-ben ezt mondta az Egyesült Államok Szenátusában, a Külkapcsolati Bizottságban. Azt mondja, világkormányunk lesz, akár tetszik, akár nem. A kérdés csak az, hogy egyetértéssel vagy hódítással sikerül elérni a világkormányzatot. Tehát egyezkedésekkel, megbeszélésekkel, az emberekkel és a különböző nemzetállamok vezetőivel való megbeszéléssel, vagy erőszakkal sikerül elérni a világkormányzatot. 1950. Egyébként a Warburg, az ő apja volt a Fednek, az amerikai központi jegybanknak az első elnöke, vezetője, és az a Warburg család, azt írja róla a Wikipédia, hogy egy német bankár dinasztia, akik Velencéből származnak. Aztán David Rockefeller, aki ugye 104 éves korában halt meg nemrég, ő volt talán a maga megtestesült világkormányzat propagandista, vagy világkormányzat propaganda, és ő azt írta 2002-ben a Visszaemlékezések című könyvében. Egyesek azt hiszik, hogy mi, a Rockefeller család, egy olyan titkos szövetséghez tartozunk, amely az Egyesült Államok valódi érdekei ellen tevékenykedik. Családommal együtt internacionalistáknak minősítenek minket, aki összeesküszik világszerte másokkal, hogy létrehozzon egy integráltabb globális politikai és gazdasági világrendszert, egy egységes világot, ha úgy tetszik. Ha pedig ez a vád ellenem, akkor büszkén vállalom, hogy bűnös vagyok. Tehát 2002-ben leírta, nem csak elmondta, nyoma van, hogy azt mondja, hogy büszkén vállalja, hát ő nyilván ironikusan mondta, hogy bűnös, abban, hogy az Egyesült Államok valódi érdekei ellen dolgozik, ezt mondja, internacionalista, és egy globális, egységes politikai és gazdasági világrendszert akarnak létrehozni. Tehát az egész világot ők egy szintre akarják hozni. Nem azt akarják, hogy legyen külön BRICS, meg legyen külön mondjuk Európai Unió, USA, NATO, hanem ők majd ebből a kettőből is egyet akarnak létrehozni. Említetted, hogy a New Age-nak, vagy a New Age a kereszténységet és a zsidóságot, vagy a zsidó vallást jelölte meg ellenségként, miközben azért nagyon sokan, amikor meg Rockefellerekről beszélsz, vagy másról, akkor hajlamosak zsidó világ összeesküvést kiáltani. Igen, ez egy nagyon érzékeny téma, és aki hozzányúl ehhez a témához, és nem a Paul Korrekt verzió szerint, az azonnal antiszemitának kiáltják ki. Nyilván a zsidóságból is vannak, akik ebben benne vannak, de ezek az emberek szerintem a babiloni bankárréteg befolyása alatt állnak. Van, aki szerint még az sem biztos, hogy például a Rothschild család tényleg zsidó volt, vagy hogy a Rockefellerek valóban zsidók voltak-e. Tehát néhány kutató azt mondja, és a Bibliában is van egy ilyen, hogy a Jelenések könyvében beszél a sátán zsinagógájáról. Tehát valahogy ez tényleg képbe kell, hogy jöjjön, képbe kell hozni. Én a magam részéről még csak úgy távolról szemlélem ezt a dolgot, és nem tudok állásfoglalni még benne. Ezt majd szerintem, ahogy telik az idő is, egyre világosabbak lesznek a kinyilatkoztatások, majd akkor fogjuk megérteni. Az biztos, hogy
kollektíve nem lehet a zsidóságra ezt gondolom nem, rásütni. Nem, nem, nem. Tehát én a jelenések könyvében arra akartam utalni, hogy mondja, hogy a sátán zsinagógája, akik azt mondják magukról, hogy zsidók, és mégsem azok. Tehát van egy olyan réteg. Kamu zsidók. Igen, ázsidók, vagy ilyen kamu zsidók, akik igazából sátánisták, ahogy ezt a Blavatskynak a könyvében és az Alice Baileynél is olvastuk, hogy a Lucifert akarják ők megtenni a New Age-nek a vezetőjének, vagy a New Age imádatának a tárgyának. A New Age-ben az újkorban élő emberiség imádatának a tárgyának ezt a nagy tanítót akarják megtenni, egy embert, az Antikrisztust a Biblia szerint, illetve mögötte, aki az erőt adja neki, a Lucifert, a sátánt akarják majd az imádatban részesíteni. Ezt deklarálják a New Age-nek az alapítói. És most, hogy láttok a James Warburg idézetet, ebből azt is látjuk, hogy a babiloni bankárok is benne vannak. Tehát ők akarják ezt megvalósítani. Tehát a sátánisták találták ki, ők megfogalmazták az ideológiai részét, a Blavatsky, meg az Alice Bailey, meg még régebben, és ezt megvalósítják a babiloni bankárokkal, vagy a babiloni bankárok által. Ez a kettő valahogy egy hát kaszt, vagy egy csoport, és ezek között lehetnek olyan emberek, akik azt mondják magukról, hogy zsidók, és mégsem azok, és onnan lehet megtudni, hogy ezek a sátán zsinagógájához tartoznak, hogy sátánisták. És van, aki azt mondja, hogy az egész Izrael, meg az egész zsidóság, az biztos vagyok benne, hogy ez nem igaz. Tehát a zsidóság közül én is ismerek sok olyan zsidó, vagy pár olyan zsidó embert, nagyon jó fejek, nagyon tehetségesek, és normális értékben rendelkeznek. És adott esetben rendelkezni. Antiglobalisták meg és szemben pontosan, ennek pont ezekkel a törekvésekkel. Egyébként mondják, hogy persze, mert a kommunizmus is zsidók alkották meg. Lehet, hogy részt vettek benne zsidók, sőt, biztos, hogy részt vettek benne zsidók, ez tagadhatatlan. Nem volt pozitív szerepük ebben a zsidóságnak. Viszont voltak olyan zsidó emberek Budapesten is, akiktől a kommunista zsidók elvették ugyanúgy a boltjukat, elvették a kis szatócsboltot, a kis könyvkereskedést, a mindenféle magánvállalkozásokat már 1919-ben, meg a 40-es években is elvették. A kommunisták, kommunista zsidók, meg nem csak zsidók, a nem kommunista zsidóktól, meg nem zsidóktól elvették a javaikat, megszüntették a magántulajdont, pontosan ez a New Age-nek a terve, azért mondtam, hogy ez egy nem egy új terv, ez a nem lesz semmi, és boldog leszel. Most egy ilyen pozitivitivel, egy pozitív mondattal fejezik be, hogy boldog leszel, nyilván nem lesz senki boldog, hogyha elveszik a házat, meg elveszik az autóját. Tehát ez egy régi terv, és ezt már 100 évvel ezelőtt is alkalmazták, mikor elvették az embereknek a házát, elvették a földeket, és ezt lehetne tovább sorolni. Ugye az a nagy kérdés, hogy hogyan tudja megkülönböztetni az ember, hogy mi az, ami egy isteni program. Hiszen ugye ott is lesz majd olyan, hogy a messiás visszajön a földre, Jézus Krisztus, ami hitünk szerint uralkodni fog 1000 évig igazságban, és az tényleg egy igazi aranykor lesz. De hogy ez az aranykor nem ugyanaz az aranykor. Igen, annál is inkább, mert ez az aranykor, ez nem lesz aranykor. Tehát ez a vízöntőkor szaka, ez az újkor, ezt csak mondják, hogy aranykor lesz, de nem lesz aranykor. Tehát mondjuk Donald Trump is mondja, hogy aranykor küszöbén áll az Egyesült Államok, most mondta ugye egy három hete körülbelül. De mire alapozza? Mikor pár év múlva az Egyesült Államok összes adóbevétele megy csak a kamat törlesztése, ez még nem az adósság törlesztése. Tehát ez nem tudom, hogy miket tudhat ő, de egyelőre innen, ilyen kiinduló pontból, ilyen szemszögből nem nagyon lehet látni az alagút végét az Egyesült Államok számára. Tehát ugye, csak mondják, bocsánat. Csak annyi, hogy az aranyszóról alapvetően ugye a fény jut eszünkbe, meg ugye a fénykorról is beszélnek időnként, meg hogy kell egy káosz, de utána jön ez az aranykor, és ugye az emberben akaratlanul ilyen pozitív dolgok jönnek fel, vagy ezt is gondolhatnánk, miközben egyáltalán nem erről van szó. Nem erről van szó, hanem negatív kor lesz. Tehát ugye van egy örök rend. Ezt Isten megszabta, ezt a rendet. Jobbnál mondja a Biblia, hogy ki az, aki az örök rendet elhomályosítja tudatlan beszédekkel. Most a világ most tele van tudatlan beszédekkel, meg ignoráns, lázadó akarattal, Istennek nem engedelmeskedő beszédekkel. Hát, mint ahogy ugye a második Zsoltárban látjuk, hogy a föld királyai felkerekedtek, és együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen, és utána megszagassuk le az ő bilincseiket, stb. És ennek a vége azért nem egy ilyen pozitív dolog, hanem egy ítélet az Úr részéről, azt írja a Zsoltár, hogy az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket, majd szól nékik haragjában, tehát itt ez egy ítéletről szól. Igen, ami majd el fog nyilván jönni rájuk, és egyik alapvető tulajdonsága lesz a New Age-nek akkor, meg már most is az,
hogy Jézust gúnyolják, csúfolják, és felkerekednek a király. Most ebbe a stádiumban vagyunk szerintem, hogy a Föld királyai felkerekednek, és le akarják vetni magukról a kereszténységet. Most még Isten neveti őket, de még az ítélet még nincs itt. Akkor talán most nézzük át azt, hogy miért hívják ezt mégis aranykornak, illetve miért New Age a neve? Új korszak a neve, New Age, azért, mert ők hisznek a mindenféle csillagképekben, és hisznek abban, hogy a Föld, ahogy mozognak a csillagok az égboltozaton, vagy hogy a Föld mozog a világűrben, megvan ez a 12 csillagjegy, a zodiákus jegy, és ők azt hiszik, hogy most a halak csillagképéből átérünk majd valamikor a vízöntő csillagképébe. Erről szólt a 2012 is, hogy jön az újkor, és átérünk a vízöntő csillagképébe, de most van a más időpont van kitűzve, ahogy a Bilderberg csoport mondta, hogy 2023. február. A lényeg az, hogy ezt, hogy miért van New Age, meg miért vannak ilyen age-ek, miért vannak ilyen korok, ezt a asztronómiában, a csillagászatban, illetve főleg az asztrológiában, tehát a csillagjóslásban, meg a csillagokból mindenféle következtetés levonásában, onnan lehet ezt kivenni. Most szeretnénk pár ábrát mutatni, hogy mi ez a kor elmélet, mi alapján van ez a kor elmélet, ez a New Age fogalom kitalálva, és ez az első ábra, ez a zodiákust, a csillagképeket jelenti. A asztrológia szerint van 88 ilyen csillagkép az égboltozaton, ebből 12 csillagkép az, ami a Föld napkörüli keringésének a síkjában van. Tehát a Földről, hogyha a napot nézzük, akkor a nap bizonyos csillagképekben látható. Nyilván nem látjuk, mert a nap elvakítja az embert, és nem látjuk, hogy milyen csillagkép van mögötte, de ki tudják számolni ezeket a csillagképeket, hogy milyenek. És ez azért változik ez a csillagkép, hogy milyen csillagképben van a nap, mert van egy ilyen, ez szerint a New Age elmélet szerint, hogy precesszió. A precesszió azt jelenti, hogy körmenet. Most ez nem egy vallásos körmenetet jelent, hanem azt jelenti, hogy a Földnek a tengelye, mint egy búgócsiga, ez szerint az elmélet szerint mozog. Tehát, hogy a búgócsigát felhúzok, és akkor lassul, és akkor nekiáll az a teteje egy kört leírni, ahogy lassul a búgócsiga, és végén ugye eldől. És azt mondják, hogy a Földnek nem csak kétféle mozgása van, tehát, hogy kering a saját tengelye körül, illetve kering a nap körül, hanem van egy harmadik féle mozgása is a Földnek, ez pedig ez a búgócsiga mozgás, hogy a Földnek az amúgy is felde tengelye egy kört ír le, tehát egy köröz, mint ahogy a búgócsiga köröz. Ezt onnan találták ki, onnan számolták ki, hogy onnan, hát gondolják, hogy megnézik minden március 21-én a tavaszi napfordulókor, amikor ugye a nap és tehát a nappal és az éjszaka hossza megegyezik, és onnantól növekszik a nappaloknak a hossz, tehát onnantól hosszabbak lesznek a nappalok, mint az éjszakák. Megnézik, hogy hova néz az abszolút kelet irány, mondjuk a Sphinx, ami teljesen keletre néz Egyiptomban, megnézik, hogy mikor felkel a nap Egyiptomban, akkor ránéz a Sphinx a napra, és a nap mögött milyen csillagkép van. És azt látták, hogy mikor egy év eltelik, akkor az a Sphinx nem pontosan ugyanoda néz, hanem egy picit odébb. De olyan lassan megy ez a csillagkép változás a nap mögött, hogy 72 évente változik egy fokot. Ugye a körnek 360 foka van, tehát ebből 72 év alatt egy fokot tesz meg ez a csillagkép változás. Ha a Földnek a tengelye, azt találtak erre ki magyarázatként, hogy a Földnek a tengelye mindig fixen állna, akkor az a március 21-i pont, ez a Sphinx mindig tűpontosan, abszolút pontosan mindig ugyanarra pontra nézne. De mivel nem oda néz, ezt így találták ki, hogy ez csak úgy lehet, hogy a Földnek a tengelye, mint egy búgócsiga, körbe-körbe forog. Kiszámolták, hogy ha 72 évente egy fokot tesz meg, akkor a teljes kört, egy teljes búgócsiga kört most úgy mondom, 25.920 év alatt tesz meg a Földnek a tengelye. Ezt úgy hívják, hogy világév. A világévnek az 1/12 része, azaz egy csillagképnek az ideje ebből 2160 év, valaki az egyszerűség kedvéért 2000 évet számol, de pontosan úgy jön ki, hogy 2160 év, ez a világ hónap. És most azt mondják, hogy időszámításunkkor Jézusnak a születése körül belépett a Föld a halaknak a korszakába, a halak csillagkép volt látható a nap mögött, és eltelik ez a nagyjából 2000 év, és most belépünk a vízöntő csillagképnek a korszakába. Ezt így ki lehet számolni, hogy évre pontosan mennyi?
Nem lehet kiszámolni. És pontosan ez, erre akarok most rátérni, hogy ez az elmélet, ez nem igaz. Tehát ez egy elmélet, és nagyon sokan megcáfolják, és az emberek ugye úgy vannak vele, hogy New Age, új világkor, ja, akkor az lesz, akkor nézzük meg a Hertz, nézzük meg ezt, nézzük meg azt, és akkor fogadjuk el, hogy ez lesz, és fogadjuk el azt a filozófiát, amit a nagyok mondanak. A Hertz az New Age-es? A Hertz az abszolút New Age-es. Ő a vízöntőről énekel, az Aquariusról, a napról énekel, jó cél is volt nyilván, a békességről énekelt, aztán akkor volt a vietnámi háború, és akkor ez egy ilyen vietnámi háború ellenes kultuszfilm lett a Her, ha jól tudom. És ők a megbékélésről énekelnek, a befogadásról, tehát amit a nyújtsések is mondanak, hogy mindenkit be kell fogadnunk. Tehát nem nézve azt, hogy jó vagy rossz, vagy mi lesz az eredménye, mindenkinek, mindenkit el kell fogadnunk. Ez nyilván nem bibliai, tehát a Biblia szerint, ami már árt az embernek, azt nem kell elfogadni. Azt mondja a Biblia, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt tartsátok csak meg. Tehát ennek nagyon sok, hogy mondjam, gyenge pontja van ennek a precessziós elméletnek, ennek a búgócsiga mozgás elméletnek. Például az, hogy a légüres térben, ha megpörgetünk egy ilyen tengelyes gömböt, akkor az sohasem fog elkezdeni körbe-körbe mozogni a tengelye. A tengelye maga az pörög, ugye az egész gömb, de semmiképpen nem fog kitérni. Aztán a másik ellentmondás az az, hogy a szűz csillagkép például háromszor akkora, háromszor olyan nagy, mint mondjuk a kos csillagkép. Tehát háromszor annyi időnek kéne eltelnie, nem egy világ hónapnak, 2160 évnek, hanem mondjuk 6000 valahány száz évnek, amíg csak egy csillagképen keresztül mehetne. Aztán van egy olyan, hogy precessziós paradoxon, ez egy tudományos kifejezés, precessziós paradoxon, azaz precessziós önellentmondás. Ha van olyan, hogy paradoxon valamiben, akkor azt már lehet tudni, hogy az az elmélet az előbb-utóbb felül lesz vizsgálva, és valami mást fognak majd helyette kitalálni. A precessziós paradoxon az azt jelenti, hogy a naprendszerhez képest a Földnek a tengelye nem változik meg. Mert a precesszió azt mondja ki, ez egy elég bonyolult dolog különben, hogy a Földnek a tengelye áll egy bizonyos szögbe, mondjuk most úgy áll a Földnek a tengelye, hogy a nap az északi félgömböt süti. De 6000 év múlva, hogy ez a búgócsiga mozgás mozogna, a Föld tengelye már 90 fokkal, mint a búgócsiga, ahogy mozog, 90 fokkal más irányba állna, tehát mondjuk júniusban, júliusban, augusztusban nem nyár lenne, hanem mondjuk ősz lenne, mert akkor már oldalról kapná a napot, ahogy most ősszel kapja. Tehát a tengely feldőléséhez képest oldalról kapná a napot. De azt lehet látni, hogy az évszakok változásában semmiféle eltérés nincsen. Ezt tudományosan így nevezték el, hogy precessziós paradoxon, nem változnak az évszakok, ahogy kellene. Tehát ez egy önellentmondás, ezért nem lehet, hogy ez a magyarázata, ez a precesszió magyarázata. Aztán vannak olyan csillagok, amelyek nem mozognak a precesszió szerint, például a Sirius, az okkultizmusban egy fontos csillag, nem mozog a precesszió szerint, nem működnek az egyenletek, zseni tudósok, csillagászok vitatkoznak egymással, egyik cáfolja meg a másikat. Változik a precesszió mértéke, tehát a kitérése, és változik a sebessége és a gyorsasága is, nem szabály szerint, nem az egyenletek és a szabályok szerint mozognak. Illetve senki nem tudja, hogy honnan kell számolni a halak végét és a vízöntő elejét. Nem tudják, hogy most a halak utolsó csillagánál, tehát nincs erre konszenzus, nincs erre megállapodás, megegyezés, hogy a halak utolsó csillagát eléri ez a precesszió, ez a szfinxnek a vonala, és már következő évben 1,72 fokkal, ha ezt lehagyjuk, akkor már ebből a vízöntőt kell leszámolni, vagy csak a vízöntőnek a legelső csillagánál kell a vízöntőt számolni, vagy a kettő között a sötét űrbe, amikor bemutat ez az egyenes, ez a vonal, akkor onnan kell leszámolni a csillagkép változást. Minden esetre azt mondják, hogy még a vízöntő csillagképtől 10 fokra állunk most, 2024-ben, az azt jelenti, hogy 720 év múlva kéne kezdődni a vízöntőnek. Nem 2012-ben, nem 2023-ban, hanem 720 év múlva. Nagyon el van ez számolva, teljesen önkényesen számolja a Bilderberg csoport is. De ők például számolják? Tehát ők ebből vezetik le a New Age-et? Ezt nem lehet kiszámolni. Tehát itt minden csillagász egymással vitatkoznak, és van egy idézet a Nemzetközi Asztronómiai Csillagász Egyesülettől, ami azt mondja, hogy a jelenlegi precessziós elmélet nem áll összhangban a dinamikus elmélettel, ami a világegyetem mozgására vonatkozó elmélet. Tehát hivatalos, tudományos szervezetek fogalmazzák meg, hogy nem jó ez a precesszió. Tehát ez alapján nem lehet azt mondani, hogy 2023. februárjában kezdődik az új világrend, meg az új kor. Azt sem lehet mondani, hogy 2025-ben kezdődik az új kor. Ezek mind önkényes számok. Tudományosan nem megalapozott dolog.
Megnéztem egy asztrológusnak is a videóját, egy videóját néztem meg, David Cormier. Ennek a videónak az volt a címe, hogy az Aquarius, tehát a vízöntő korának a megcáfolása. Nyilván nem értek egyet veled, tehát abszolút nem hiszek az asztrológiában, nem hiszek a horoszkópokban, nem hiszek abban, hogy a csillagok befolyásolják az embereknek az életét, hogy a Plutó bekerül mondjuk valamilyen csillagképbe, és akkor most az egész világgazdasága meg kell, hogy változzon, én ebben egyáltalán nem hiszek. De ez a David Cormier asztrológus, ez egy kifejezetten szimpatikus asztrológus volt, és szívesen már is beszélgetnék vele egyébként. És ő tetszik különben, hogy kilát ebből az elvárt asztrológiából, amit ugye az asztrológusok, meg az egész csapat, meg az egész ebbe hívő társaság elvárt tőle. És ő egy érdekes elmélet, egy érdekes tényekkel állt ő elő, és azt mondja, hogy az zodiákus, azaz a csillagjegyek, nem a csillagok valódi állásán alapulnak, mert ezt az egész horoszkóp és az egész csillagkép dolgot, ezt időszámítások előtti 5. században találták fel. Tehát valamikor a babiloni birodalomban, vagy valahol Babilonban találták ezt fel, 5. század körül, és akkor találták ki, hogy ne csak egyes csillagok legyenek, hanem legyenek csillagképek. És mondja ez a David Cormier, hogy ezt úgy találták ki, mint ahogy a gyerekekkel játszik, hogy na nézd csak azt a felhőt, hogy milyen alakot látsz a felhőben. Ők itt találták ki ezeket a csillagképeket, hogy ott van két hal, az a halak csillagképe lesz, ott van egy kos, az a kos csillagképe lesz, ott egy oroszlán, az oroszlán csillagképe lesz, és ezt az asztrológus mondja, hogy ezt itt találták ki 2500 évvel ezelőtt. Ez nem egy ősi tudás, hanem ez akkor jött létre ez a hát elmélet, vagy ez a tan. És akkor a március 21-én, a napi egyenlőségkor, tavasszal, a kos csillagképre mutatott a nap. Ezt így kiszámolták. Tehát a nap a kos csillagképben volt. Azóta átkerült a halak csillagképébe a nap, de még a horoszkóp szerint, az asztrológia szerint a mai napig, hogyha valaki március 21-én születik, akkor az a kos csillagképébe született. De ez már nem, már régen nem a kos csillagképe. De ez egy régi rendszer, amit még azóta is megtartottak. Semmi köze nincs, tehát a horoszkópnak a csillagállásokhoz. És elmondja ez a David Cormier, hogy akkoriban nem voltak még korok sem. Tehát akkor kitalálták ugyan a csillagképeket, de csillagképekhez köthető világhónapok, korok nem voltak. Ez egy teljesen új találmány különben, hogy vannak ilyen világkorok. Ez egy 100 vagy 200 éves találmány csak, hogy vannak ilyenek, hogy age-ek, hogy korok. Nem volt koskora, nem volt halakkora, és nem lesz vízöntőkora sem, mondja ezt egy asztrológus. A bikakora időszámításokat 4000-től 2000-ig, most ők ilyen 2000 években számoltak, nem 2160 években, a stabilitás korának mondják, de senki sem gondolt erre. Nem volt bikakorszaka, és nem volt semmi köze az aranybórihoz, mert ugye a New Age-ek összekötik a Bibliával, összekötik azzal, hogy a bikakorszaka, mert akkor volt a Mózesnek az aranybórjúja, utána a halak korszaka, mert akkor volt Jézus, ki ugye megáldotta, szétosztotta a halakat az embereknek, és most a vízöntő korszaka jön, amikor egy fiatal ember önti a földre a vizet, az új szellemiséget, amivel mindenkinek majd... Ez az internacionális szellemiség, meg a... Ez a globalista szellemiség, meg hogy Istenek vagyunk, meg Istenek leszünk, meg hogy mindenki fogjon össze egymással, és de olyan szinten mondom, hogy ahogy te is mondtad, hogy az Isten ember, a férfi nő, az én vagyonom, a te vagyonod, tehát ezzel a elmélettel, vagy filozófiával olyat csináltak már 100 éve a vörös katonák, hogy bement egy vörös katona fegyverrel a budai polgárnak a házába, és azt mondta, hogy kérem a téli kabátot, mert az enyém is a téli kabát. És akkor nyilván fegyvere volt, odaadták neki a téli kabátot, de erre nevelik az embereket. Ez a fajta tudatosság akar megvalósítani. Ezt a fajta tudatosságot akarják megvalósítani. És mondja, hogy a nyugati asztrológiában a vízöntő korának az elmélete ellentmondásos, elavult és hamis. Mondja ezt egy asztrológus. Neki komoly asztrológiai YouTube csatornája van, sokan követik, csomó komment ott volt, tetszett az embereknek, és kilát a normák közül, kilát az elvárt normák közül, kilát a boxból, a dobozból, és látja az igazságot, és legalábbis ezen a területen látja azt, hogy ez, amit ők annyira nyomnak, ez nem igaz. Ugyanakkor meg mégis tömegek hisznek ebben, és már látom magam előtt a kommenteket, amelyekben majd az ellenkezőit bebizonyítják különböző más technikákkal. Hát egyébként részben ez egy vallás is, nem? Ez egy vallás is, és máshogy is hivatkoznak erre az aranykorra. Tehát úgy is hivatkoznak az aranykorra, a vízöntőkorára, hogy eddig a univerzumban a sötét oldalon voltunk,
és ezek a világhónapok a sötétségnek a világhónapjai voltak, és elmondják, hogy a halak korszaka, hogy a középkor, meg inkvizíció, ugye persze, amit az úgynevezett kereszténységről, az egyházról el lehet mondani, persze az inkvizíció sose volt kereszténység, azt azonnal elmondják, hogy ilyen rossz volt, és meg kell szüntetni, és véget kell, hogy ennek vessünk. És ez a sötétség korszaka volt, és hogy majd most jön a világosság korszaka, mert most átkerültünk a Teut rendszerben, vagy valami galaxis, nem tudom milyen mozgásban, a világosság felé, és most ezért jön a világosságnak a korszaka. De ez egy vallás, ennek semmiféle tudományos alapja nincsen. És ebben a vallásban egyre többen, szóval sokan hisznek. De ők szerinted így úgy hisznek, mint mi Istenben, meg Jézus Krisztus megváltói művében, vagy adott esetben pont itt összekeveredik a politikai hit, meg a politikai vágyálom, meg az ezotéria, meg az okkultizmus, meg egy ilyen teljes katyvasz alakul ki ebből? Szerintem igen, és én úgy látom, hogy valaki csak egy részében hisz. Tehát valaki például a horoszkópban hisz, de nem hisz abban, hogy neki a magántulajdonát oda kéne adni mondjuk valakiknek. És szerintem egyébként ezért veszélyes, amikor ilyen jellegű dolgokat kinyit vagy bezár az ember az okkultizmus területén, vagy az ilyen keveredés területén, mert lehet, hogy valaki antiglobalista, de közben meg azáltal, hogy mondjuk az antiglobalizmus, vagyis a globalizmusnak az alap vallási tételeiben elkezd hinni, azáltal egy keveredés jön létre, és akár előmozdítja ő is azt a fajta forgatókönyvet, amit egyébként egy normális ember nem szeretne. Igen, erre abszolút fennáll a veszély. Már csak azért is, mert például tehát olvastam a forrásokat, hogy sok keresztény családból felnőtt fiatal pontosan azért hagyja el a gyülekezeteket, mert elkezd hinni ezekben a New Age-es dolgokban, elkezd hinni a Positivity-ben, tehát ilyen dolgokban, és a kereszténységtől távolítja az embert. Illetve ugye mondtad, hogy a kereszténységet ellenségnek tartja a New Age, de azért nagyon sokszor látszik egyfajta szinkretizmus most már itt a modern korban, amikor valami olyan fajta kereszténységet próbál bemutatni, ami egyébként egyáltalán nem kereszténység. Hát sokszor ugye így fordul elő az, hogy magát kereszténynek valló felekezetek, vallási vezetők abszolút luciferiánus dolgokat tanítanak. Igen, én a kereszténységre, amikor a kereszténységről beszéltek, én mindig a bibliai kereszténységre gondolok, ami egy nagyon tiszta és egy nagyon szűk, tiszta, szűrt, abszolút tiszta dolog. Tehát a keresztény egyházakat szerintem nem szabad összetéveszteni a Bibliával és a Biblia tisztaságával, meg magával a kereszténységgel, mint ideállal. A keresztény egyházak tulajdonképpen a Biblia megvalósítására vagy megélésére tett kísérletek. És valakinek jobban sikerül, van, aki már régen elhagyta az isteni kijelentést, és emberi tényezők bejöttek, és emberi oldala van már csak a kereszténységének, és már csak egy kulturális kereszténység, vagy minden szakkör. Én voltam olyan gyülekezetben külföldön, hogy az volt a véleményem, hogy ide úgy járnak az emberek, mint egy szakkörbe. Ugye elmegyünk barbecue partira, mondjuk ilyen hajómodellező szakkörre, és egy biblia tanulmányozó körbe is, ahol igen, valamit kapunk. Ugye a másik, hogy az egyház szót időnként megpróbálják ledegradálni. Ugye Krisztus tényleg az egyházért jön vissza a kihívottaknak a közösségéért, de azt meg nem feltétlenül azt jelenti, hogy azért az egyházért, meg azért az egyházért, ahol adott esetben tényleg láthatják az emberek, hogy eretnekségek vannak, meg mindenféle őrület. Igen, és a maga az új világrendes vallás, tehát az, hogy összegyúrják majd a vallásokat, az azt is jelenti, hogy ebben a kereszténység is nagyon benne lesz. Már úgy értem, hogy a nem igazi, vagy hogy mondjam, tehát az a kereszténység, ami nem vegy tiszta, nem tiszta kereszténység. És ugye pontosan nem is olyan régen olvastam, hogy ennek az egész új világrendes vallásnak a vezető tekintélye a római pápa lesz. Tehát ebben benne lesz egy névleges kereszténység ebben az új világrendes vallásban, de maga a bibliai zsidóság, meg a bibliai kereszténység ennek ellensége lesz. A Biblia mondja is, hogy az, aki ezt visszatartja, az a kereszténység, meg az Isten támogatása, a Szentlélek az egyházban, ezt tartja vissza, felvilágosítás által, imádkozás által ezt a sátáni erőt. Most jelenleg milyen olyan eseményeket, jeleket, jelenségeket látsz, amelyek azt, tehát hogy mire érdemes odafigyelni, ha be akarjuk azonosítani, hogy na ez a New Age programjának a végrehajtása? Sok ilyen van sajnos, és hiába derül ki, ha valaki mögé néz, hogy ez az egész ez egy hazugság, mégis rengeteg ember nem néz ennek utána, mondom, elfogadják azt, hogy új világrend, jó, új világrend van, és kritika nélkül, és utána kérdezés nélkül, mögé kérdezés nélkül elfogadják ezeket, ezt az irányt, ezt a szellemiséget.
Az egyik legnagyobb hatású ilyen New Age-es propagandafilm, az 2007-ben jelent meg a USA-ba, úgy hívják, hogy Zeitgeist. Ez egy német szó, azt jelenti, hogy idő, vagy a kor szelleme, a kornak a szelleme. Ez az okkultizmusból jött ez a kifejezés, és abszolút ezt akarják most a kor szellemnek megtenni, ami ebben a filmben van. Három részből áll a film. A második, harmadik részt én nagy lelkesedéssel néztem annak idején, 2007-2008-ban, és csodálkoztam, hogy hogy mernek ilyen filmet kiadni. A második rész a szeptember 11-ről szólt, és arról azt ecsetelt, hogy ez egy belső munka volt. A harmadik része pedig a Fedről, az amerikai központi bankról szólt, és az amerikai bankrendszer kiépüléséről, meg arról, hogy milyen korrupt. És néztem, hogy ez hogy merik leadni, és hogy nem félnek attól, hogy ennek lesz valami negatív következménye rájuk nézve. És nem, hogy nem lett negatív következménye, hanem ez a Zeitgeist Movie, ez a film, ez 2008-ban az ENSZ egyik film nagydíján díjat kapott, díjazott lett. Kicsit később ránéztem erre a dologra, és akkor megértettem, hogy miért lett ez a film díjazott, mert az első része az arról szólt, hogy az összes ókori istenséget egy kalap alá vették és összemosták. Voltak olyan részek benne, hát az egész arról szólt, hogy például a Hórusz ókori istenség, egyik legősibb ókori istenség volt, a Oziris-nek, meg az Isis-nek a fia, egyiptomi mitológiából, és voltak ilyen ábrák abban a filmben, hogy a Hórusz 12 tanítványa volt, december 25-én született, Szűztől született, meghalt, három napig halott volt és feltámadt, Isten bárányának hívták, és stb. És nem csak a Hórusról volt ilyen megfogalmazva és bemutatva, mondom, ábra is volt, hanem Dionysosról, még Buddháról is, és egy csomó ilyen okoristenségről ezt mondták. Tehát amit Jézusról ismerünk, ezeket a tulajdonságokat mind ráhúzták ezekre az okoristenségekre. Tehát összemosták. Ez is a New Age-nek a mindent összemosó taktikája, hogy egy vallást akar az összes vallásból készíteni. És a Dániel profétánál látunk ilyet, a Dániel 7-ben látunk ilyet, hogy azt mondja erről az utolsó időkben levő antikrisztusról és antikrisztusi szellemről, hogy nagyokat szóló száj, hogy szíve felfúvalkodott, és még a fenséges ellen is feltámad, és a fenséges ellen is szól, még a fejedelmek fejedelme ellen is szól. Tehát egy blaszfémiát, egy nagyon nagyképű blaszfémiát követel Jézus Krisztus ellen is, és a Teremtő Isten ellen. És ezt látjuk ebben a Zeitgeistben. És ezt a filmet 100 millió ember megnézte, és volt olyan ember, aki azt mondta, hogy emiatt lett ateista, mert azt látta, hogy Jézus is csak egy volt a sorba, és ugyanezek a tulajdonságok a régebbi istenekre is jellemzőek voltak. Én ezt nagyon sötétnek tartottam annak idején ezt a filmet, most is annak tartom nyilván, és utána láttam olyanokat, olyan videókat, hogy a keresztények ezt megcáfolták, és voltak ilyen filmek, hogy a Zeitgeist megcáfolva. És akkor örültem, hogy vannak emberek, akik felveszik ezzel a kesztyűt, és ezzel a sötét témával mennek foglalkozni. Utána ezek a videók eltűntek. És most, hogy megint kerestem ezeket a videókat, mert ez még régen volt, hogy eltűnt, 10 éve már eltűntek ezek a videók, és én azóta nem is foglalkoztam vele, de most megint találtam egy pár nagyon jó videót. És volt például egy olyan ember, Chris Forbes, a McGuire Egyetem ókori történelmek adjunktusa, megfogalmazta a kritikáját, és azt mondja, hogy a tudományosságnak nyoma sincs a Peter Josephnek, a Zeitgeist szerzőjének a munkájában, a Zeitgeistben. Peter Josephnek hívják ezt az embert, aki ezt csinálta. Tehát tudományosnak nyoma sincs, amikor az ókori forrásaira hivatkozik. Rendkívül sok állítást tesz, amelyek egyszerűen nem igazak. Tehát nem tudományosak, nem történelmiek, hanem hazugságokat mondott ebben a filmben. És megcáfolja tételesen, most én ezt nem olvasom fel, ezeket a cáfolatokat, de elmondja, hogy az Isis teljesen máshogy fogant, hogy nem egy Szűztől születés volt, ahogy a Hórusz megszületett, mint Jézusnál, hanem teljesen más volt a sztori, teljesen más történet volt az Osiris, Isis és a Hórusznak a története. Tehát ezt egy középiskolás történelmi könyvben szinte ezt meg lehet mind a két történetet látni, és köze nincs egyiknek a másikhoz. És mégis ezt mondta a Zeitgeistben a Peter Joseph. Vagy hogy feltámadt volna a Hórusz a halálból, ilyen egyáltalán nem volt. Valami csatában megsebesült, és volt egy láborozási időszaka, de az, hogy keresztre feszítették, és 3 napig halott volt, és feltámadt, semmi köze nem volt ehhez a Hórushoz. Volt egy másik professzor, egy akadémikus, David Miano, vagy David Maiano-nak hívják, Florida Egyetemnek volt most is egy történelmi kutatója, finomabban fogalmazott, nem hazugságot mondott, hanem hogy sok ilyen állítást nem támasztanak alá az ókori források.
és levelezett a Peter Joseph-fel, a Zeitgeist szerzőjével, és a Peter Joseph ezt írta neki, mert ő közzétette ezt a levelezést. Hát az egyiptomiak tényleg nem azt mondták, hogy Hórusz december 25-én született, de kapcsolatba hozható Hórusz a nappal, és a nap minden nap felkel, tehát mondhatnánk, hogy minden nap újra megszületik, tehát december 25-én is. Ez elég gyenge. Ez egy marha gyenge magyarázat egyébként. és ezt nézte meg 100 millió ember, és ezt... Rekedte meg a hitüket. Igen, mert ha elinktolják azt, hogy hát a Hórusz is 3 napig halott volt, hogy megfeszítették, de feltámadt, akkor az valóban ébreszt kételyt, hogy akkor biztos az eredetmondákban van a Hórusz eredet, meg a Jézus eredet, de az valójában ugyanaz, miközben az egész az egy kamu. Ez egy hatalmas nagy hazugság volt. És érdekes, kinek a munkáiból csinálta a Peter Joseph ezt a Zeitgeistnek az első részét, ami a vallásokkal foglalkozik, a Helena Blavatskynak a munkáiból és az Alice Baileynek a könyveiből. Tehát itt láthatjuk, hogy a Zeitgeist olyan propagandafilmet tol az emberek elé, amit 100 millióan megnéztek, vagy lehet, hogy már azóta többen is megnézték, és rengeteg ember ezt megette, ezt elhitte. Profi munka, profi zene van alatta, szinte egy szuggesztív hatású film, a második része is, meg a harmadik része is, a zene, meg minden, tehát nagyon meg van csinálva a film, tényleg. De most már olyan korszakban vagyunk egyszerűen, hogy minden, ami van a világban, utána kell kérdezni. Minél jobban nyomják a propagandát, annál jobban mögé kell kérdezni, hogy mi is az igazság valóban. Tehát most már a régi NDK-s propaganda, a kommunista propaganda, az szinte egy esti mese ahhoz képest, amilyen propagandagépezet most megy. Olyan tudományos és olyan profi módszerekkel meg van ezt csinálva. Például volt ilyen mém is, ami a fiatalok között terjedt TikTokon, meg Instán, meg ilyen programokon, hogy a Hórusz ott van, és pár másodperces videó, vagy csak egy kép, és ott van felsorolva egy csomó tulajdonság, ami Jézusra vonatkozik, és az volt aláírva, hogy ismerős, ugye? És jött a következő, és 5 másodperceként olvasnak egy ilyen képet, meg lájkolják, meg minden, és észre se veszik, hogy beléjük megy egy ilyen program. Ez egy programozás, ez egy kondicionálás, és ez a Jézus Krisztustól, az Istentől akarattal eltávolítás és a nyúl és felé nevelés az embereknek, amiről pontosan az Alice Bailey mondta, hogy 2025-ig egy hatalmas propagandának kell végbe mennie. Nem tudom, mit terveznek 2025-re, de ezt az évszámot valamiért kitűzte. Egyébként érdekes, ugye most, amikor beszélgetünk, nemrég volt az olimpiának a megnyitója Párizsban, ott is ugye nagy vita volt arról, hogy akkor most Dionysos volt az az alak, vagy Jézus, az utolsó vacsorát ábrázolták pogányistenekkel körülvéve, és itt is, mintha ez az összemosás tapasztalható lett volna. Abszolút, így van. Szerintem ők kihasználják ezeket a világeseményeket, amikor mindenki, vagy százmilliók, vagy rengeteg ember nézi ezeket a megnyitókat, rengeteg emberhez eljutnak a hírek, és az, hogy az utolsó vacsorát ábrázolták ezzel a performanszal, ezt ugye a főszereplő, kisposztolta az a hölgy, hogy ez az utolsó vacsora volt, aztán leszette, mikor volt a felháborodás, aztán mondják, hogy igazából nem az volt, hanem egy 100 évvel későbbi kép volt, az Istenek vacsorája volt. Vagy mennyi ideig kereshettek valami művet, amire rá lehet húzni. Hogy... De nem akkor keresték szerintem, hanem ezt utolod. Már előtt. Előtte? Szerintem ezt már itt tervezték meg. Szerintem mind a kettőt bele akarták ebbe rakni. Nem biztos, hogy úgy volt az, hogy felháborodás miatt gyorsan kerestek egy másik képet, lehet az egyébként, de én ezt egy szándékos összemosásnak látom, pontosan ezt a Zeitgeist szellemében való összemosást látom ebben, hogy ott volt az utolsó vacsora Jézussal, egy nagyon furcsa queer queen, vagy mi volt az a hölgy? Queer. Valami ilyesmi. Queer, drag queen. Valami ilyesmi volt. Tehát Jézus próbált ott valamilyen módon ábrázolni, nem sikerült neki, de mégis ez az üzenet ment ki, és az is kiment, hogy ezzel együtt ott van Dionysos, aki különben szintén szerepelt a Zeitgeistbe, és ott fel volt sorolva, hogy betegeket gyógyított meg, hogy ő is, nem tudom, meghalt, meg 3 nap múlva feltámadt, ott is ott voltak szépen sorba szedve ezek a tulajdonságok, amik egyáltalán nem voltak jellemzők a Dionysosra, de most megint ez volt, hogy összemosták itt a olimpiai megnyitón. Ez egy nagyon nagy szellemi szándékú esemény volt az olimpiai megnyitója, és rengeteg ember szerintem ezt ránézett, nem vallásosak, de lenyelték, és beléjük ment ez a program, vagy ez a tétel, ez az epizód, és ezek után erről jobban így gondolkodnak, mint ahogy eddig gondolkodtak itt. De nem csak a istenségeket, meg a vallásokat mosták itt össze ezen az olimpián, hanem én ezt az algériai boxolót is ennek látom, ahogy a New Age-nek a terve az, hogy a férfiakat nőiesítse, a nőket pedig férfiasítsa,
és hogy összemossa a két nemet, ugyanis a sátánistáknak az egyik imádati tárgya, vagy imádati szereplője a Bafomet. A Bafomet az egy kecskefejű, mesztelen ember, aki mind a két nemnek a jegyeivel rendelkezik. Tehát férfi is, és nő is. Most ez például legutóbb Azaria koncertjén tűnt fel ugye Magyarországon a Puskás stadionban. Nem ismerem. Nem ismered Azariát? Na hát ő most van Magyarország legnépszerűbb előadója. Ugye három teltházas koncertet adott a Puskás arénában. Az arról megy a vita, hogy ő ezt most miért csinálta, mert van, aki azt mondja, hogy ő ezt fricskának szánja, mert hogy annyit elemezték meg, annyit próbáltak bemagyarázni ilyen különböző dolgokat az ő művészetébe, hogy akkor ő fricska miatt csinálja, de vannak, akik meg ott voltak a koncerten, úgy ők azt mondják, hogy pont a Bafometnek a megjelenése a színpadon, a poharakon, mindenhol rajta volt ez, és hogy hát, kifejezetten nyomasztó. Bafomet? Bafomet, igen. Felvállaltam? Furcsa, csodálkozom, de abszolút beleillik a New Age propagandába különben ez is, és ilyen propaganda cégek, meg lemez cégek, ennek az élolvasai. Például olimpián lejátszották az Imagine-t is, azt a John Lennon számot, ami arról szól, hogy képzel egy világot menny nélkül, és pokol nélkül, és országok nélkül, tulajdon nélkül. Ugye most egy lengyel riporter elmondta, hogy ez a Imagine című szám, amit most hallunk az olimpiai megnyitóján, ez a kommunizmusról szól. És ezért kirúgták az állásából ezt az embert. És nem értem miért, mert tényleg arról szól, hát az országhatárok nélkül, hogy világproletárjai egyesüljetek, meg a tulajdon nélkül, ugye a modern kommunizmus, hogy nem lesz semmi, de is boldog leszel. Tehát ez egyértelmű, hogy meg van fogalmazva a New Age-nek egy alapelve, alapprogramja az Imagine című számba. Tehát ez abszolút elképzelhető, hogy Magyarországon is ez így működik. Talán álmodozónak tartasz, de nem én vagyok az egyetlen. Remélem egy nap te is közénk állsz, és egyé válik a világ. Többek között erről énekel. Igen. Ami nem lenne egy rossz cél egyébként, hogy a világ egységes legyen, hogyha ez jó célok mentén fogalmazódna meg, de hogy Lucifer legyen ennek az alapja, és a Föld mestere, meg a tanítója, a nagy tanító legyen ennek az imádatnak a tárgya, és aki ezt nem imádja, ezt a két lényt, arra mondjuk a halál vár, mert nem veszi fel az univerzumnak az új korának a rezgését, szóval azért adjanak békén ezzel. Ugye a másik ez tényleg lesz, hogy az isteneknek az összemosása, hogy akkor Jézus egyenlő Zeusszal, meg hasonló dolgok mindig felmerülnek. Meg hogy valójában minden népnek megvan a saját istene, de az valójában ugyanaz. A Biblia ezt a kezdettől fogva cáfolta, hogy a pogány istenek és a teremtő mindenható Isten ugyanaz lenne. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy például a Jelenések könyvében van, Jézus beszél a gyülekezeteknek a pergamoni oltárról, hogy a sátán lakik a pergamoni oltárnál, és a pergamoni oltár az egy Zeus oltár volt Pergamonban. És ezzel azt mondta Jézus, hogy ő nem egyenlő Zeusszal, nem egyenlő egy ókori másik istenséggel, akármilyen istenséggel, hanem a Zeus az a sátán. Tehát egy hamis isten, egy hamis főisten, akiben az emberek hisznek, az nem a teremtő, mindenható isten, a Biblia istene, hanem az a sátán. Vagy például Ezékielnél, meg az ószövetségi profétáknál látunk sok ilyet, hogy Ezékiel bevitte, illetve Isten bevitte Ezékielt egy látomás által a salamoni templomba, és megmutatta neki, hogy ott, ebbe a kamrában a nap felé hajolnak, meg a napot imádják, a másik helyen a másik istent imádják, meg ilyen tésztákat sütnek az égkirálynőjének, stb. Tehát ott is elmondta, hogy ezek utálatosságok. Tehát a ókori istenek és a teremtő mindenható Isten és Jézus Krisztus két ellenkező pólus. Mert talán az a különbség a Jézus Krisztus között, illetve a más istenek között, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Ez, és értem, hogy mindenki próbálja ezt cáfolni, ezért hozzák be mondjuk, hogy a Hórusz is feltámadt, meg a Dionysos, meg nem tudom, de valójában itt Jézus Krisztus az, aki feltámadt a halálból, azért ezt kijelenthetjük, nem? Igen, ez egyébként történelmi tény is, tehát olyan kritériumok alapján, amik a történelmi tényeket nézik, tehát ami alapján valami történelmi tény lesz, hogy van egy vagy két vagy három hitelesnek mondható forrás, olyan kritériumok alapján Jézus történelmi tény, hogy feltámadt. De vannak olyan vallástudósok, akik kutatták és kutatják a vallásokat, és például egy dr. G.Z. Smith nevű tudós a Meghaló és Feltámadó Istenségek, Istenek című tanulmányában, ami a Vallási Enciklopédia harmadik kötetében található, ezt írja,
A meghaló és feltámadó istenségek kategóriát, amely egykor fontos témája volt a tudományos vizsgálatoknak, ma téves elnevezésként kell értelmeznünk, ami kitalált rekonstrukciókon és túlságosan késői vagy nagyon kétértelmű szövegeken alapszik. Nincs egyértelmű példa a vallások történetében egy meghaló és újjászülető isteni lényre, nyilván Jézuson kívül. Egy másik kutató, egy Mettinger nevű kutató azt mondja, hogy a tudományos világban nagy a kételkedés a meghaló és feltámadó istenekkel kapcsolatban, mert valójában ilyenek nem voltak. Osiris egyszerűen tovább élt a halottabb birodalmában. Jézus története egyedülálló és eredeti. És ezek az emberek egész életüket a vallás kutatásának szentelték, professzorok, akadémikusok, kutatók, enciklopédia írók és stb. Tehát ezek tényleg átlátják, hogy milyenek voltak az ókori istenségek. Azonnal látják, hogy a Zeitgeist mekkora tévtanítás, mekkora hazugság, és ők ezt írták le, még a Zeitgeist előtt különben, mert egyik az 80-as évekbeli idézet volt, az első. Már akkor leírták, hogy nincsenek meghaló és feltámadó istenségek az ókorban, Jézus története egyedülálló. Magyarul kimondhatjuk azt egyébként, hogy a New Age az nem igaz, nem? Tehát, hogy ez egy hazugság. Egy totális hazugság, mind a csillagászati értelmében totális hazugság, mind pedig a vallási értelmében totális hazugság. A politikai gazdaság értelméről meg szinte nem is kell beszélni. Ott ugye az a nagy kérdés számomra, hogy azért a tervet igyekeznek végrehajtani. Tehát az, hogy egységes kormány legyen. Tehát, hogy a New Age céljai azok szerinted megvalósulhatnak? Tehát ettől függetlenül eljöhet mégis a vízöntő kora úgy, hogy emberek azt előre mozdítják? Igen, tehát a politikusok most ezen dolgoznak. Most mindenhol ez megy, hogy egységes pénz, egységes politika. És igazából ők azt akarják elérni, hogy tehát a pozitív és a negatív erőnek a harca az elérje majd azt a utolsó, végső harcot, és a végső harc után elérje a szintézist, a egyensúlyt az erőben, ami nekik a céljuk. Ők ezt akarják vízöntőnek, ezt akarják aranykornak bemutatni az emberek előtt, hogy minden egybe lesz mosva, minden egyensúlyba fog kerülni. Egyensúlyba kerül a férfi meg a nő, kiegyensúlyozódnak, egyensúlyba kerül az Isten meg az ember, egyensúlyba kerülnek a tulajdonviszonyok, egyensúlyba kerülnek a vallások. Ez a cél. És ezt emberek most előre mozdítják, emberek tevékenysége által ez megy előre, és a politikusok által is, még ha nem is hisznek benne a politikusok, de hát nyilván a bankárok meg a politika mögött álló erők ezt várják el a politikusoktól. De akkor most jókor jön, vagy rossz? Hát igen, ez jó kérdés. A Biblia szerint most először rosszkor jön. Ezt a New Age is mondja, hogy először a káosz jön, és utána az aranykor. De a New Age azt mondja aranykornak, amit a Biblia káosznak mond. Tehát a New Age most a végső harcot mondja káosznak, amit ők generálnak, a két oldalt összeugrasztják a New Age-esek, és ebből jön majd létre a szintézis. Tézis, antitézis is jön majd a szintézis. A szintézis a Biblia szerint pedig a globális egységes világ, ami tényleg létre fog jönni, nem egészen úgy, ahogy a New Age-esek ezt elképzelik, teljesen nem fog megvalósulni a felhőtlen antikrisztusi uralom. Ugye nagy háborús korszak lesz ez a szerintük aranykor, de a Biblia ezt leírja, mint apokalipszis, mint sötétség korszaka, és ők pontosan azért utálják a Bibliát, mert a Biblia ezt leírja. Szinte tételszerűen leírta, hogy milyen lesz az a újkor. Leírja a Jelenések könyvben, hogy egész világra kiterjedő, minden nyelvre, minden nemzetre kiterjedő uralom, tehát egy globális világ lesz, ahol ennek a luciferi uralkodónak mindenkire ki fog terjedni az uralma. Leírja például a gazdasági kontrollt, hogy nem lehet majd vásárolni, csak annak, aki felveszi ezt a 666-ot, ezt a antikrisztusi bélyeget, ami most úgy látunk, hogy ez egy chip lesz. Leírja a luciferi imádást, a nagyokat szóló szájat, az Istennek a káromlását, Jézusnak a káromlását, ezt mind leírja a Biblia. Egy egységes világról beszél, ami is egy sátáni luciferi korszak, ez pontosan, amit most látom megvalósulni, és a Biblia azt mondja, hogy ezután, miután ez teljességre fog valamiért jutni, és az egész világon elterjed, ezután fog majd megvalósulni Istennek az uralkodás, az ezer éves birodalom, az ezer éves királyság, ami tényleg aranykor lesz, de még ebben az aranykorban is kőkeményen kell Jézusnak uralkodnia, mondja, egy vas pálcával, egy vas... Ezer éves királyság végén ugye eloldoztatik a sátán egy kis időre például egyébként.
Igen. Hát igen, az meg egy következő kis, hát vagy hát elég nagy epizód lesz, hogy még akkor lesz még egy utolsó nagy lázadás, és utána lesz a Istennek a teljes uralma, az már tényleg az aranykor lesz. Ugye felmerül a kérdés, hogy ugye a Biblia szerint elvileg az asztrológiára is gonosz angyalok tanították az emberiséget, meg hogy vajon a Földnek a forgása, a nap, meg ilyenek, azok mennyire befolyásolhatják tényleg az embernek a sorsát. És érdeklődnék, hogy keresztény emberként hogyan kell ehhez a kérdéshez hozzáírni, meg, vagy hozzáállni, meg van-e írva bármi a csillagokban? Nincsen a csillagokban a Biblia szerint semmi megírva, sőt a Bibliában az van, hogy ne nézegessük a csillagokat, olyan értelemben ne nézegessük, nyilván teremtmény értelemben lehet nézegetni, és nagyon szépek, de van értelemben ne nézegessük a csillagokat, hogy a jövőnket, vagy a sorsunkat, vagy a világnak a sorsát akarjuk belőle kiolvasni. Azt mondja Isten, hogy hát én Isten vagyok, ilyenektől kell tudakoznotok, mint például halottak, vagy csillagok, vagy ilyen dolgok, tehát hogyha valaki valamit akar, akkor Istentől tudakozzon. És Istentől kérjen, és a bibliai aranykor semmi kapcsolatban nem áll az asztrológiai korokkal. Egyrészt azt mondja a Biblia, hogy 1000 éves királyság lesz, nem 2000 éves csillagkép lesz, hanem a Jézusi uralom az 1000 évig fog tartani. Semmi köze az asztrológiához, semmi köze a világhónapokhoz, semmi köze a csillagjegyekhez, meg ezekhez az age-ekhez, ezekhez a korokhoz, hanem az egy csillagoktól független, gonosz angyaloktól független, teljesen isteni korszak lesz, ahol majd Jézus fog uralkodni, ezért imádkozunk, hogy Istennek az országa jöjjön el a földre, nem azért, hogy a New Age jöjjön el a földre. Ez a mai végszó. Kövér Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, nyilatkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassanak továbbra is minket. Szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra, viszonthallásra.